Nem akárkivel folytatjuk el a műsort, egy kossuth-díjas táncművésszel, aki szerintem én most is odavágja, hogyha nagyon kellene, majd ezt megkérdezem mindjárt. Zsurávszky Zoltán, 62 éves kossuth-díjas koreográfus táncművész. A Balettintézet néptánc tagozatának elvégzése után az Állami Népi Együttes táncosa volt. 1991-től a Budapest Tánc Együttes művészeti vezetője, majd ügyvezető igazgatója, 2001-től a Honvéd Tánc Együttes vezetője, amely 2014-től Magyar Nemzeti Tánc Együttes néven szerepel. Meghatározó alakja a magyar színpadi néptánc művészetnek. Harangozó Gyula díjas, érdemes és kiváló művész 2005-ben az év koreográfusa. Kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével is. A Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a Nemzeti Kulturális Alap kurátora, a Magyar Táncművészek Szövetségének elnökségi tagja, a Magyar Táncművészeti Főiskola címzetes főiskolai tanára. Házastársa és állandó alkotópartnere Vince Zsuzsanna, 4 gyermekük van. Zsura, szia, jó estét! Köszönöm a meghívást! Ki vagy akadva ezen a felsoroláson? Mindent írtál, mindent olvashatok, minden. Hát nem, minden nem volt benne. Voltál az év táncosa, az nem volt benne. Igen, kedves vagy, jó. Kalákával kaptunk szoddíjat, azt nem szoktuk mondani, milyen érdekes, nem? Tehát azért nekünk az fontos volt abban a korban. Sőt, tudom? Kisdíjas is vagy. Hát igen, az is vagyok, de tudod, az, hogy egy fiatal táncos, aki megpróbál úgy jelen lenni, hogy odafigyelnek rá az emberek, szerintem ez az üzenet akár még sok fiatal táncosnak is. És az ma mit ér abban, amit csinálsz? Hogy tudják rólad a táncosaid, hogy nem csak koreográfus vagy, meg vezetőjük vagy, hanem táncosnak se voltál akármilyen a magad idejében. Hát tudod, ez az alkotásokban jelentkezik. Az ember fiatal táncosnak tanul, amiért egy nagyon büszkeség és nagyon jó dolog táncművésznek tanulni, ezzel komoly mesterektől, komoly mestereket megismerni, kapcsolatba kerülni, és aztán utána ezt kitáncolni magadból a világban, tehát én számomra ez is nagyon fontos volt, akár Amerikában, New Yorkba eljutni, fölmenni a World Trade Center-en, aztán ami azóta már nincs meg, tehát nagyon fontos volt a világ megismerése, mint hivatásos profi táncos, és utána alkotóként jelen lenni, koreográf, és én valóban tényleg meg tudtam mutatni, meg tudom mutatni a táncosaimnak. Még megmutatod? Megmutatom, hát másképp nem lehet egy komoly munkát végezni. Ha én vagyok a koreográfusa bármilyen darabnak, színházi darabnak, bármilyen műsornak, akkor nekem azt nekem kell ellenőriznem, nekem kell bemutatni, nekem kell előtt táncolni. Én mindent megmondok, jobbra vagy balra nézzenek. De akkor karban is kell lenne? Tehát olyan nincsen, hogy aránylag karban kell lennem. Tudod, mondtam a kedves beszélgetésünk folyamán, hogy 2 éve infarktusom volt, de valahogy visszajöttem, és nagy energiákkal dolgozom. Tehát ez nem akasztotta meg az életemet, egy nagyon nagy figyelmeztetés volt, amit mindenkinek szinte felkeltőjelként tudunk fölmutatni, hogy lám-lám, azt hittem, hogy vasember vagyok, és nem voltam vasember. Nem figyeltem oda magamra kellőképpen. Azóta odafigyelsz? Odafigyelek. Pihenek, vizet iszom, talán jobban eszek, de most egy kicsit jött rám, úgyhogy ez a kardió nagyon, nagyon kellene, nagyon fontos, odafigyelnek az orvosaim a Honvéd kórházba, professzorom nagyon figyel rám, tehát kontrollra kell mennem, de talán az életmódváltozás ez volt a fontos, és hát a családom is, tudod, ők is vigyáznak rám. Nagy család, 4 gyerek. Nagy család, 4 gyerek, nagyfiam táncol, kisfiam táncol, lányom táncol, nagylányom táncol, akitől 2 unokám van, tehát tényleg ez egy nagy család a miénk. Az nem zavaró? Te számodra, hogy mindegyik gyereked a te életedet követi? Nem engedtük meg számukra, tehát hogyha kicsit belemegyünk a családba. Ugye a lányom Pázmány Egyetemet végzett, tőle 2 unokám van, és utána az egyetem elvégzés után kérte, hogy táncolhasson. Kisebbik lányom, aki szinte nem látszik rajta, most lesz 30 éves, 89-ben született, ő bölcsészkart végzett, antropológus, ő is még egyetemet elvégezte, akkor utána kérte, hogy hagyd táncoljon, amíg gyerekek lesznek a családjában. A nagyfiam ugye, ő nem kérdezte, hogy az Állami Népétesben táncol, és mondják, hogy nagyon hasonlít rám, aminek én nagyon örök, és egy kiváló előadó. Valamint a kisfiam a Bartók Egyetemben táncol, de most Washingtonban van egy hete, egy hónapja, 21 éves, és ő politikai intézetben, politikai tanulmányokkal foglalkozik. Ő a Corvinusra jár, és nagyon jók voltak a jegyei, tehát ki tudott egy ösztöndíjjal menni Washingtonba. Tehát, de viszont lehet, hogy ott most ott egy Tisza együttesben ott táncol. Az autentikus táncokból indulsz ki.
Alapvetően általában. Ez a lényeg, igen. Ehhez jártad a világot is, a környező országokat elsősorban kutatni, de amikor az egri csillagokat vittétek színpadra, akkor török anyagot is kerestél. Igen. Az, hogy abból indulsz ki, az ad valami nehézséget abban, hogy mégis kortárs legyen? Tehát az autentikust használod, de mai világnak kell szólni. Nagyon kedves, hogy tehát kortársnak érzem magam az alkotásaimban is, a jelenlétben is. Ugye fiatalon még én is bujkába öltöztem, kalapba jártam, tudod, ilyen zekéket vettem föl. Ma már nem kell ez a külsőség számomra, nekem nem hiányzik. Ezt csak átvitt értelemben mesélem arról, hogy hogyan viszonyok az eredeti anyaghoz. Valóban Martin György tudományos kutató és hát egy nagy emblematikus ember a magyar néptáncnak, ő irányította a munkámat 75-től 83-ig, még sajnos ő meghalt, és akkor én nagyon sokat gyűjtöttem Erdélyben, nagyon sokat gyűjtöttem cigányok között, a románok között, nagyon sokat gyűjtöttem a lengyel vidéken, mivel a nevem miatt, Zsurávszki név miatt Martin irányított, hogy menjek és a lengyel táncokkal is foglalkozzak. Úgyhogy valóban fölkészültem, mindenképpen fontosnak tartom, hogy kell az eredeti anyaggal, a tiszta forrással találkozni, és akkor azt lehet alkalmazni. Tehát, hogyha én török anyaggal dolgoztam, zejbek anyaggal, kaugászusi anyaggal, akkor azzal tudok az egri csillagban, a török részben valamit lépni. De a makedón anyagot átnéztem, szerb anyagot, horvát anyagot átnéztem különböző munkáimban. Tehát a szélesebb Kárpát-medence és az, hogy a rátekinteni akár egy bartóki szemlélettel a magyar népművészetre, a magyar táncokra. Történetmesélésben mondják, nagyon erős vagy. Történetmesélésben? Igen. Hogy a legtöbb táncelőadás az arról szól, hogy igen. Van egy 3 perces dal, bejönnek, táncolnak, kimennek, taps. Te történetekben gondolkozol. Feladod a kérdést, és örülök neki, hogy tudunk egy jó játszani együtt. Természetesen. Amíg nem akarod, hogy táncoljak, addig ez működik, ez a játék. Táncoljunk egyet, de téged is azért meg foglak tanítani egy támogatóra. Az szép lesz. Nézd, valóban fiatal korom óta, Jancsó Miklós 83-ban fölkért, ez egy mondat a zsarnokságról, egy ilyen zárt esten csinálják egy koreográfiát, táncoljak erre a verse. Gyula bácsi mondta a verset, Kecskeméten volt ez. És akkor indult el ez Gyula bácsi, Íj és Gyula. Íj és Gyuláról van szó, és Jancsó Miklósról, és azóta is sokat táncoltam versekre. Tehát a Véncigányra, a Vörösmarty Véncigányát koreografáltam meg, tényleg József Attiláról, Adiról, Nagy Lászlóról szerettem koreográfiákat készíteni, balassi számokat csinálok, és igen, Szörényi Levente fölkért az Árpád népek koreográfiára. Én 83-ban táncoltam az István a királyt a Királydombon, utána a 25 éves társulatnál már koreográfus voltam, majd utána a 30 éves István a királynál én már rendező koreográfus voltam, és Kolozsváron 55 ezeren nézték meg az István a királyt. De most ugye csináltunk Benyovszkiról, Dózsáról, csinálunk most Magyar Hősök Csaták című bemutatót, éppen tavasszal volt ez a bemutatónk. A mesedarabjainkban történeteket mesélünk, tehát 4 nagyon izgalmas mesedarabunk van. Mondjuk a saját portékámat meg kell tanulni árulni, tehát azért, de nem csak árulom ezt a portékát, hanem egy nagyon magas szinten. Viszont nekem az jutott eszembe ezekről a történetekről. Legyen az vers, legyen az egy mesedarab. Hogy az nekünk, mai nézőknek, hogy értsük, hogy mit táncolnak a táncosaid, hogy mi az, amit ki akarnak fejezni a mozgásokkal. Valószínűleg sokat segít, mert ezt a nyelvet elfelejtettük. Ez már nem a mi hétköznapi nyelvünk, a tánc nyelve, ennek a táncnak a nyelve. Igen. Íroda fölkonfban, hogy a feleségemmel együtt dolgozom, tényleg 86-ban házasodtunk meg, 33 év boldog házasságban élünk, annak ellenére, hogy hoztunk gyereket a családba, de ez szerintem inkább öröm, mint bánat, mert ugye nagyon nagy örömünk van a gyerekeinkben. A feleségem nagyon sokat segít nekem, tehát azt hiszem vagyunk... A dramaturgod. Dramaturgom, odafigyel a jelmezekre, velem együtt bemelegíti a táncosokat, tehát jelen van velem az együttes életében, mai vezetője a Nemzeti Tánc Együttesnek, úgyhogy ő előkészíti az anyagokat, ír nekem, néprajzot végzett és magyar szakos, különben bölcsész, ő nem tánc oldalról jött, de ő is fiatal korom óta táncol,
és hát mi napi munkában együtt dolgozunk, tehát segít abban, hogy lefordítsuk, az én koreográfiai agyamat lefordítjuk, kiterítjük, kinyitjuk ezeket a könyveket, kinyitjuk ezeket a képeslapokat, és veszünk példákat az eredeti anyagból, eredeti ráolvasásokat, boszorkányos történeteket, tehát a szüzséjét, a sztoriát ő veti föl ezeknek a táncjeleneteknek, a Dózsa sztorit, a Benyovszki sztorit, tulajdonképpen a mesedaraboknak a történeteit, tehát ő adja a kezem alá az anyagot, akár a Tenkes kapitánynak a 13 TV-film sorozatát, ugye két részes táncjátékká kellett komponálni és szűkíteni. De most egy Rákóczi év folyamán utazunk a Kárpát-medencében Kassára, Kolozsvárra, Zentára megyünk holnap este, és nagyon nagy sikerrel megy a Tenkes kapitánya. Azt hiszem, hogy legalább 6-8 éve koreografáltam. Viszont az Egri csillagok például viszonylag új, azt is a feleséged tette színpadra. A körhintát tette a feleségem És tudod, az Egri csillagoknak a te ötleted volt. Az Egri csillagot ajánlottam Attilának, tehát itt most menjünk a nemzetibe. Tehát úgy, ahogy beszélünk róla, számomra nagyon fontos, a két nemzeti intézmény együtt dolgozzon. Körhinta, Egri csillagok. Körhinta, Egri csillagok, Passió. Tehát a Passió volt tavaly Csíksomlyon, és most ebben az évben az esztergomi bazilikát volt a Passió. Tényleg kicsit olyan családiasabb volt, de ettől még erősebb lett. Hát a Csíksomlyói az egy irgalmatlan nagy tömeg előtt bemutatott előadás volt, erről Vinyánszki Attila is büszkén emlékezett meg. Mi nagyon jól tudunk együtt dolgozni, azt hiszem egy azonos gondolkodásban próbálunk választ adni ezekre a mai kérdésekre, de tényleg nagyon nagy sikere van a Passiónak, és remélem, hogy lesz folytatása. Tehát úgy, hogyha ment az Esztergomi bazilikát, akkor fölvettem és egy ötletet adok az Attilának, hogy menjen a Budapesti bazilika előtt is. Miért is nem? Bár még kisebb tér. Hát, de azért erős az a tér. Erős tér, de kicsi. Viszont, ha már erről beszélünk, hogy zajlik egy közös munka, mondjuk Vinyánszki Attilával? Ő egy prózai rendező, de szeret zenést rendezni. Te egy koreográfus vagy, aki szeretsz történetekbe gondolkozni. Igen. Én azt gondolom, hogy mind a ketten azt hiszitek, hogy ezt meg tudnátok csinálni a másik nélkül is. De mégis együtt csináljátok. Hogy osztjátok el? Attila ajánlotta, hogy rendezzem meg ezeket a darabokat, például az Egri csillagokat is, de úgy gondolom, hogy én szeretném odavinni a nagy együttesemet, tehát ez az ország legnagyobb együttese, a Nemzeti Tánc Együttes. Szeretném odavinni a Nemzeti Színházba. Attila egy kiváló jó rendező, szeretnék alá dolgozni. Másnak nem adom az együttesemet bérmunkába, mindig én dolgozom velük, de igazából így tudunk egy sokkal intenzívebb eredményt elérni. Tehát és mennyire szóltatok bele egymás területére? Segítjük, tehát nyitottan tudunk segíteni egymásnak. Én ajánlottam, nagyon jó viszonyban voltam Jordán Tamással is, nagyon sokat kért engem, adott különböző projekteket, hogy ezt vagy azt csináljam meg, de nem vitt be a színházában, nem vitt be a nyelvezetében, nem engedte a táncdramaturgiát kibontakozni. Attila engedi a táncdramaturgiát kibontakozni, és én akkor így meg tudom valósítani azt, amiről beszélt, hogy történetet tudok elmesélni a mozdulattal, a ritmussal, tehát ez így nem idegen, és igazából kiegészíti egymást. Egy nagyon jó rendezőnek az ötletei aládolgozva komoly zenei példákkal, komoly motivikai anyaggal, komoly koreográfiai terekkel, tehát itt minden valóságos lesz. Gondold el a Körhintában a paraszti részét, a vásár részét, vagy a lakodalom részét, 20 olyan táncos táncolja, akik valóságosan jelen vannak, mintha egy lakodalomban lennél, mintha egy igazi filmet, mintha tényleg Sós Imre állna föl, és ő mozdulna bele a térbe. Mennyire kell színésznek lenni egy néptáncosnak ma? Ugye régen ez nem volt szempont, de ma talán már egy kicsikét másképp kell ezt is csinálni. Igen, ráérzel erre a dologra, színésznek is kell lenni. Egy mesedarabban Mátyás királynak kell lenni, Burkus király kisasszonynak kell lenni, egy katonának. A katonának, tudod, ezeknek az adott adekvált szerepekre könnyen rá alkalmazkodik a táncos. De miért tényleg a táncosim a Passióban beszélnek, énekelnek, a helyzet gyakorlatot megoldják, az Egri várban, mint parasztok jönnek be, megszólalnak, hogy ki vagyok én, milyen Simon, honnan jöttem, én innen jöttem, Kassáról jöttem. Tehát valóban már a táncos ezeken a mesedarabokon edződött táncosok már meg tudnak nagyon jól szólalni, színvonalasan. Nekik a Nemzeti Színházbeli szereplés segít ebben? Tehát mint egy képzés olyan? Talán a mesedarabok segítenek, tudod, az állandó prózai jelenetek, a megszólalások, a beleilleszkedés egy-egy ilyen személyiségbe, tehát tudnak váltani személyiséget. Számomra nagyon fontos az eredeti anyagba való személyiség beleilleszkedés, tehát az kicsit messzebb vissza szakmán, amikor az élő Martin sorozatot, a táncos gyökere
karaktereinket teszem színpadra, az a, az, az akadémiai, tudományos akadémiai eredeti gyűjtéseknek a lefordítása színpadi nyelvre. 40-50 perces ilyen mélyfúrásokat csináltam Kalotaszegről, Boncidáról, ezekről a mezőségi táncot Kalózs Zoltán tiszteletére, gyimesi táncot, amit 1980-ban én gyűjtöttem. Ezeket raktam be ilyen kis gyöngyszemekbe, és ebben viszont az eredeti adatközlőnknek a mozdulatait, a legjellegzetesebb mozdulataiba illeszkednek bele. Nagyon sokrétű ma egy hivatásos táncosnak az élete és a munkája. Mondod, egy eredeti adatközlő. Vannak ma még adatközlők? Tehát aki elindulna ma gyűjteni, talál még olyat, ami gyűjtésre méltó? Nézd, a Molnár István azt mondta, az egyik nagy koreográfusunk a háború után, akinek ugye a Budapest táncegyüttesét én vettem át 1991-ben, ő alapította a Budapest táncegyüttest, és különben a Honvéd együttesnek is volt vezetője az 50-es években. Molnár István azt mondta, hogy azt kell nézni, hogy a bakon hogy ül a kocsis, és akkor fogjuk tudni, hogy táncolnak az emberek. Ezek picit ilyen túlzások, de mindig jókat mondanak azért a mesterek. Talán az, hogy a viselkedésüket, az embereket találkozni, a helyszín, az az erdélytáj, vagy az, ahová elmész, ott az életmód, a viselkedés, az öltözködés, a viseletkultúra, a szokáskultúra, az énekek, hogy nyúl oda egy másik férfi az éneklés közben egymásra, hogy mulatnak együtt az emberek, ezek nagyon fontos tanulmány lehetőségek, tehát ha elmész gyűjteni, lehet, hogy nem fogsz felfedezni akár ilyen Bartók vagy Kodály örökséget, de mindenképpen beleilleszkedsz a tiszta forrásnak ebbe a lehetőség van ezt átérezni. Míg odautazol, míg visszautazol, kicsit lemerülsz. A millió. Azt megérezni. A gyűjtésről beszéltünk, de neked állítólag van másfajta gyűjteményed is, tárgyak. Minden tudsz róla? Nem, mindent biztosan nem tudok, de azért igyekszem. Igen. Vannak ilyen nagyon becsben tartottak, amiket például nem engednél fel színpadra, mert abból biztos vagy benne, hogy egy van, és sose lesz ebből még egy. Hát nézd, minden gyűjtőnek odáig vannak olyan relikviái, amelyeket nagyon szeret, vagy az a baj, hogy nagyon sok minden gyűjtök. Természetesen a népművészet az, amiből kiindultam, tehát legyen azok a tányérok, de igazából láttam ezt a példát, ha látod a Kalózs gyűjteményt válaszúton, vagy látod azokat, akinek a Kodály Zoltánnak a szobában vannak, szép faragott tékája van, vagy szép ilyen régi és erdély szőnyegei vannak, tehát én is egy kicsit mindenevő vagyok, de azt hiszem, hogy a munkámat egészíti ki. Tehát ha találok egy szép fokost, az majd jó lesz a tenkes kapitányba, a bugajakamnak, hogyha van egy ostor, akkor lehet az beépíteni a táncba, ha van egy szép szék, lehet, hogy az majd úgy lesz, hogy a fejedelem táncol, ha beteszek egy trónt. Tehát tényleg nagyon széles a gyűjtemény, de például a szellemi gyűjtemény részéhez könyveket kell gyűjtened, gondolom mindenkinek, aki egy picit művészetben akar jártas lenni, művészetre akar odafigyelni, történelmi könyveim vannak, néprajzi könyveim, zenei könyveim vannak, természetesen tánckönyveket az ember fiatalon már beszerezte. Tehát a gyűjtemény nagyon sokrétű, nem csak egy ilyen jellegű tárgyi kultúrából áll. Fiatalon viseletet gyűjtöttem, ma már a viseleteim azok elporladnak, mert a moly megeszi a bundákat, de lehet, hogy egy rézövet, vagy egy tört, azt nem fog a moly megrácsálni. Te mennyit változtál attól, hogy egy táncosból, bármilyen jó táncos is voltál, az most ebből a szempontból mindegy, elkezdtél koreografálni, lett egy együttesed, elkezdtél emberekért felelősséget vállalni, mert végül is mégiscsak, ha egy együttes vezetsz, akkor felelsz értük. Tehát ez, azt gondolom, hogy egy személyiséget megváltoztat. Te ma már nem az a táncos fiú vagy, aki akkor voltál, és nem csak a korod miatt. Sokszor ki is kérem magamnak, de nem baj, mert nem szégyeltem se, hogy táncművésznek tanultam. Tehát látod, szépen összegyűjtek a díjaim is, tehát odafigyeltek rám. Sikerült olyan figyelmet fordítani magam felé, és én is meg tudtam magam mutatni. Én mindig azt mondom, hogy nagyon nagy felelősség, nagyon nagy öröm egy Kossuth-díjasnak lenni. Tehát mit tudok még tenni, mint egy Kossuth-díjas táncművész, és nem véletlenül hívnak akár tanácsadó szerepben a miniszter úr mellé, nem véletlenül vagyok akár NKH-tag, vagy az MMA-ban dolgozunk, és a Magyar Művészeti Akadémián a színházművészeti tagozatban segítem a tagozat munkáját. Tehát, hogy mondjam, legyenek ránk büszkék a fiatalok, ez nagyon fontos, és én fontosnak tartom, hogy azért vállaltam, hogy akár tényleg, mint menedzser is kidolgoztam magam, ahhoz, hogy én egy jó társulatot tudjak létrehozni, az nagyon jó
kapcsolatokat kell kiépíteni. Ahhoz az nagyon fontos, hogy el tudjam mondani azt, hogy miről szól ennek a társadnak a munkája. Lehet, hogy egy költő jól ír, lehet, hogy egy táncművész jól táncol, de hogyha nem tudja elmondani még pluszban, meggyőzni az embereket, hogy nézd, gyertek el, nézzétek a műsorainkat, nézzétek meg, hogy milyen fantasztikus munkát csinál ez a 40, 60, 80 ember, ez a 140 ember. És most oda jutottam életemben, hogy most ugye 70 éves lesz az együttes vasárnap este az Erkel Színházban, és 1800 ember fog minket megnézni, és meg tudjuk köszönni a 70 évet annak a nagyon sok táncosnak, énekesnek, zenésznek, aki végig dolgozott a Honvéd Együttesben magyarul, mert ez Honvéd Együttesnek indult 1949-ben, és igazából talán azt mondom, hogy akkor vállaljam ezt a szerepet, ha a jövőképet tudok adni az együttesnek. Mondtad, hogy jöjjenek el és nézzenek meg minket. Hol vagytok ti otthon? Még nincs otthonunk, de azon, lesz. Azon te dolgozol? Hogy nagyon legyen? Dolgozom, és ezzel szeretném megkoronázni ezt a szakmai munkát, ami egy táncosból elindulva koreográfus, együttes vezető, alkotó, pedagógus, és igazából menedzser, mondjuk azt, és nem szégyeljük ezt a titulust sem, hogy egy komoly vezetőjük egy nagyon komoly társulatnak, egy nagyon komoly intézménynek, és mondom azt, hogy szeretném, hogyha székházzal zárnánk be ezt a nagyon szép munkát, és ott a Kerepesi úton tervezünk egy színháztermet és színpadot, és a kormány úgy néz ki, hogy ezt elfogadta és hallgatott ránk, és elindul egy építkezés, és lesz egy székházunk, ahová Budapesten is köthetőek vagyunk. A Magyar Nemzeti Táncértés, a Honvéd Kórus, és egyáltalán ez az intézmény. Újból a 40-es évek végén, 50-es években volt székház a Honvéd Együttesnek. Utána nem jutott már székház, el kellett költözni, és tényleg mi járjuk az országot, úgy, ahogy mondtam, a Kárpát-medencét is. Most utazunk Kuwaitba, Lengyelországba megyünk, tehát most nem régen jöttünk Amerikából, meg japán turnénk volt nem régen, tehát tényleg a magyar kultúrát megmutatjuk a világban, és elvisszük. Jó lenne néha hazaérni valahova, igaz? És az nagyon fontos, azt hiszem, hogy egy együttest kössünk valahová. Megvan szépen a Hagyományok Háza, nagyon örülünk neki, megvan a Nemzeti Táncház a Millenárison, akármilyen hullámokon keresztül, de ott van Ertl Peti a vezetője, nagyon jó kezekben van, Kelemen Lászlóék, Pál Istvánék vezetik a Hagyományok Házát, nagyon jó kezekben van. Remélem, hogy a Honvéd Együttes is jó kezekben van. Vannak fiatalok, akik táncolni akarnak? Kérdezem ezt azért, mert amikor én fiatal voltam, akkor a táncház mozgalom az egy ilyen nagy őrület volt. Tehát volt a diszkó, meg a táncház, és ez a kettő együtt. Melyiket választottad, a diszkót egy kicsit? Én inkább a diszkót, mert nem kellett táncolni, én nem vagyok egy táncos fajta. Olyan jó vállaid vannak, hogy nem kell bemenni. De az a sporttól van, az jó, nem a tánctól. Jó. Viszont, hogy ne rólam beszéljünk, ma a fiatalok hol tanulnak táncolni, és hol kapnak kedvet ahhoz, hogy táncosok legyenek? Hát... erről nagyon sokat lehetne beszélni, és nagyon sok fiatal táncol. Tehát látod a Pávát a televízióban, tehát a Duna TV-ben, és látják különben Amerikában is, Kanadában is, és kint voltunk turnézni, és a gyerekeket a templom alaksorába, vagy a cserkészetbe 50-60 kilométerről viszik el próbálni, mert a gyereknek igénye van, hogy ő is szeretne táncolni. És ez egy nagyon nagy dolog. Én bekerültem a Páva zsűribe, most újból újabb évad lesz, ősszel gyerekpáva lesz, és nagyon örülök, hogy én, mint ilyen táncpedagógus, ott lehetek, és akkor segíthetem ezt a munkát. Látod, hogy a Kárpát-medencében mindenütt föltámadnak ezek együttesek, hírt adnak magukról, tehát Kárpátaljáról, Felvidékről, Erdélyből, távolabbi vidékekről, Vajdaságból. Azt mondod, hogy van ebben jövő, van ebben távlat? Nem kell mindenkinek hivatásos táncossá válni, de az, hogy ezzel a kultúrával találkozan az életkorában egy bizonyos szakaszon, az biztos, hogy elengedhetetlen, és ez fejleszti az embereket. Most az iskolák nagy részében van néptáncóra. Igen. Annak gondolom örülsz. Én nagyon örülök neki, tehát itt van egy komoly képzés a Magyar Táncművészeti Egyetemen, úgyhogy ez nagyon odafigyelünk, és ez nagyon fontos. Azzal kezdtük, hogy felsoroltuk a rengeteg díjat, de hát gyakorlatilag már mindent megkaptál. A díj már nem érdekel, csak egy székház és egy színházterem? A további munkák nagyon érdekelnek. Nagyon fontos, hogy táplálja az embert az újabb és újabb feladat. Úgyhogy tavasszal Kál Csabával dolgozom majd a Művészeti Palotában. Újból szeretnék Vidnyánszkijtől egy újabb estet meg elkészíteni. És az együttesben is vannak feladatok. Úgyhogy ez nem áll meg ez a munka. Nem áll Beszéltél róla, úgyhogy okkal mondom, hogy egészséget kívánok hozzá.
És sok sikert mindenhez, amit tervezel. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a figyelmüket, legközelebbi számítok el, viszontlátásra.